Köszöntöm kedves nézőinket, és üdvözlöm a stúdióban Balázs Nelli klinikai szakpszichológust. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívást. Ma a fiatal felnőttek életkategóriájáról és problémáiról fogunk beszélni. Nagyon nehéz ezt behatárolni, én azt gondolom, de hol lehet manapság behatárolni a fiatal felnőttek életkorát? Hát én már mindent olvastam, hogy valakik már 35 éves kort is meghúztak, ami azért szerintem eléggé hosszú, de hát ilyen 25 és 30 év között van az, amikor még ilyen nagyon fiatal felnőtt korról beszélünk, és már túl vagyunk a kamaszkor kihúzódó szakaszán, tehát hogy így tudnánk talán behatárolni. Arról is sokat lehet olvasni, hogy ezek az életszakaszok egyre inkább kitolódnak. Ennek mi az oka? Hát egyrészt az, hogy túl sok inger ér bennünket szerintem, és ezeket az ingereket mi szeretnénk megélni. Tehát, hogy ebbe az iskolába is el lehet menni, abba az iskolába is, ide is el lehet utazni, oda is el lehet utazni, tehát, hogy úgy nem tudunk megállapodni, rengeteg minden közül tudunk válogatni, és úgy érezzük, hogyha nem választjuk meg mindezeket a lehetőségeket, akkor nagyon nagy dolgokról maradunk le. És így halaszgatjuk a megállapodást, a döntést. Tehát amíg nem döntöttem, addig én játszhatózhatom az össz meglévő ingerrel, amit kínál az élet. Manapság, hogy kitolódnak az életszakaszok, ez számtalan változással is jár. Ezek milyen változások az embernek az életében? Hát, hogy későbben vállalnak mondjuk rá gyereket, több diplomával rendelkeznek ma sokszor az emberek, szakmát váltanak már 30 évesen, vagy 20-néhány évesen is, tehát elindulnak egy irányba utána, amikor megszerzik a diplomát, csak hirtelen rájönnek, hogy nem ez érdekli őket, vagy nem ez az életük, és akkor újra beiratkoznak valahova, valakik teljesen új szakmákat kezdenek el létrehozni. Például valamelyik nap olvastam, hogy vannak ilyen utazó bloggerek, vagy olyanok is, akik mondjuk rá azzal foglalkoznak, hogy nagyon olcsó hibás repjegyek után kutatnak, és ebből egy egész szakmát fölépítettek. Ebből él most ez az ember. Blogot tart fenn, és emberek jönnek hozzá, és érdeklődnek, hogy hogy kell ezt csinálni. De akár egész más dolgokba is belemélyülnek, ami nincs. Tehát ami valójában nincs olyan iskola, ahol azt meg lehetne tanulni, hanem ők maguk hozzák ezt létre, hogy minél könnyedebben, egyszerűbben, sok kihívással teli tudjanak élni. Tehát, hogy nehezen tudnak ilyen hagyományos szerepkörökhöz folyamodni, hogy elvégzem az iskolát, utána családot alapítok, gyerekeket vállalok, csinálom a mindennapi rutinjaimat, tehát sokan ezt nem szeretnék. Elég gyakran előfordul az is, hogy a gyerekek már felnőttek, egyre később költöznek el otthonról. Ez is nyilvánvalóan változást okoz, vagy befolyásolja a kapcsolatokat. Hát egyrészt sokszor haragot is szülhet a családba, tehát hogy miért nem megy már el, tehát én nekem már nincs annyi erőm, mondja ezt a mondjuk rá 60 éves anya, hogy még rád is főzzek, rád is mossak. Ugyanakkor megteszi minden nap, tehát hogy ilyen játszmák alakulnak ki a családba. Ez lehet az egyik dolog, amibe így belefutnak, a másik az, hogy ő nem tud elköteleződni, tehát nem tud kiköltözni, nem tud párt választani magának, és tehát így benne ragad egy ilyen se veled, se itt, se ott, tehát egyszer otthon él, egyszer máshol él, egyszer ezzel él, egyszer azzal él állapotban. A szülők párkapcsolatára van ez valamilyen hatással? Hát nagyon sokszor ez egy mencsvár is, amivel tehát nem kell szembesülni
a házastársaknak a saját párkapcsolatukkal, tehát hogy hova jutott el az X év gyereknevelés után az ő saját párkapcsolatuk, sőt nem is csak a párkapcsolatuk, hanem a saját életük is. Tehát azok az emberek, akik nagyon így a gyerek körül élnek, és a gyerekkért élnek, és maguk úgy megszűnnek, tehát nincs saját hobbiuk, saját szabadidejük, nem szívesen mennek el a párjukkal sehova. Ez így lehet valahol tudattalanul is egy ilyen üzenet a nagy gyerek felé, hogy ne menj csak te el, mert akkor mit csinálok én nélküled, szembesülök itt a nagy semmivel, meg a nagy elakadásaimmal. Tehát akár ez is benne van, igen. Nyilvánvalóan az is egy nagyon nehéz helyzet a szülő oldaláról, amikor úgy érzi, hogy ideje lenne elköltözni már ennek a felnőtt gyereknek, de mégis ő maga is félti és jót szeretne a gyereknek. Ezt hogy érdemes kezelni? Hát én azt gondolom, hogy ez nem ilyenkor kezdődik, hanem egész pici korba, hogy megbízom-e a gyerekembe. Tehát, hogy úgy nevelem, hogy neki vannak képességei, ezeket a képességeket ki tudja bontakoztatni, és tud saját magáért felelősséget vállalni, a saját konfliktusait meg tudja oldani. Ha én így neveltem végig a gyerekemet, akkor nem is kérdés a számomra, hogy képes-e ez a gyerek megállni a helyét, hiszen azt láttam, hogy az óvodába is már megvédte magát, az iskolába is teljesen jól teljesített, barátai vannak, akkor tehát nyilván veszélyes a világ, és rengeteg inger tartalmaz, de azt láttam, hogy ő ezekkel valamilyen szinten mindig megbirkózott. Tehát amikor ezzel szembesülünk, akkor valójában ez csak már egy végkifejlete az egész addigi nevelési kudarcunknak, hogy mi nem bízunk meg ebbe a gyerekbe, és olyannál neveltük, hogy ő képtelen egyedül megoldani a dolgait. Lehet-e még ilyenkor tenni valamit? Hát igen, tehát erről beszélgetni, lehet szakemberhez fordulni, ki lehet rakni ezt a gyereket. Tehát, hogy olyanokkal is találkoztam, hogy mondjuk rá a szülő nagyon mérges a gyerekére, mert ő tartja el, de minden hónap ad neki X összeget. És akkor mondjuk ezt meg lehet szüntetni. Ez nagy fájdalmakkal, meg lelkismert furdalással járhat, szorongásokkal, de ha meg tudják tenni, meg tudják beszélni, hogy havonta csökkennek ezek a ilyen módon megszerzett bevételek, előbb-utóbb a gyereknek rá kell kényszerülni arra, hogy maga keresse meg a keresetét, hogy kitekintsen a világba. Tehát a szülő az, aki, ha meglépi ezeket a lépéseket, bele taszítja kvázi a gyereket, hogy igen, képes vagy te. Nyilván nem úgy, hogy egyik pillanatról a másikra elvágja, és nem fogja már többet a kezét, de meg lehet beszélni, hogy most már kevesebbet. Kevesebbet kapsz tőlem, bízom abban, hogy meg tudod oldani, segítek neked keresni. Tehát szerintem baj az, hogyha eddig eljut egy kapcsolat, de azt gondolom, és mint pszichológus, hogy tehát nincs is értelme a pszichológiának, hogyha nem tudnánk minden egyes nappal másképpen elkezdeni működni. Tehát pont ez a gyönyörű benne, hogyha tudatosítjuk a bajt, ha belátjuk, akkor tudunk rajta változtatni. Csak hát itt már sokkal nehezebb. A gyerek oldaláról is érdemes megvizsgálni ezt a kérdést, hiszen ott is számos probléma felmerülhet, akár az önállótlanság kérdése, a pályaválasztási bizonytalanság, ami szintén komoly problémákat okozhat. Igen. Tehát, hogy manapság nem nagyon tudják az emberek, hogy mik szeretnének lenni. Tehát ezzel találkozom egész nagy gyerekeknél, felnőttek, fiatal felnőtteknél is, hogy beírtak egy iskolát, elindultak egy pályán, de fogalmuk nincs, mit akar az a pálya, nem tudták előtte ezt kipróbálni, aztán belekerültek, nagyon nehezen tudnak váltani. Tehát ez, igen, ez egy probléma, hogy lehetne ezt áthidalni,
Hát szerintem úgy, hogy már egész fiatalon diákmunkát vállalnak, hogy kipróbálják magukat különböző területeken, cserediákságot vállalnak. Ezekre most nagyon jó példák vannak, tehát nagyon nyitott erre az iskola, a világ. Tehát rengeteg lehetőségük van a mai fiataloknak. Ha ezeket használják, akkor szerintem azért egyre jobban megtalálják ők is a helyüket, vagy az útjukat. Csak hát ide is, tehát a szülő az, aki mondjuk rá kell, hogy biztassa ezt a gyereket, és egy olyan nevelés biztosítson neki, hogy a gyerek megmerje ezeket lépni, és egyáltalán eszébe jusson neki az, hogy igen, vannak még lehetőségeim, nem kell itt ugyanabban a városban maradnom, mert csak ott van az az egyetem, vagy nem tudom mi. Tehát, hanem ki lehet tekinteni, ki lehet próbálni magamat. Mi a helyzet abban az esetben, hogyha kimarad ez az életszakasz, a diákmunka, az önállósodásnak a szakasza, és ott áll a gyerek 5 év egyetem után, hogy munkát kell vállalnia, és önállósodnia kell? Hát erre van most ez a kifejezés, hogy kapunyítási pánik, ami szintén tehát külföldről érkezett, tehát minden szakkifejezés onnan érkezik. Ez az, amikor szembesül azzal, hogy a világ az nem olyan egyszerű, olyan kedves, olyan kreatív, mint ahogy ő azt elképzelte az ágyába feküdve, vagy beszélgetve a barátaival, hanem amikor bemegy egy munkahelyre, ott teljesíteni kell, néha unalmas is, néha nehéz is, be kell érni időbe, tehát hogy ez nem minden embernek fekszik, főleg sokszor a fiatal nem tud ezzel mit kezdeni, tehát ő... Tehát van egy olyan minta sajnos a mai fiatalok előtt, hogy könnyedén lehet pénzt keresni, könnyedén lehet boldogulni. Tehát a média sokszor, vagy akár a család körüli emberek is ezeket a példákat szokták hozni. Tehát nem nagyon beszélünk arról, hogy igen, elmentem, unatkoztam, nehéz volt, nem tudom, hogy estem haza a munkából, hanem csak ilyen kis fragmentumokat nyomunk be a gyereknek, amiből ő azt gondolja, hogy hú, de érdekes a világ. És akkor igen, teljesítenie is kell neki ezen a munkahelyen, ami már rögtön behozza azt, hogy mennyire van neki önbizalma, mennyire bízik magába, mennyire tudja kreatívan megoldani az ottani helyzeteket, és sokszor nem vállalja ezt fel, tehát hogy inkább visszalép, nehogy kitudódjon, hogy nincs tudása, hogy nem annyira jó ő abba a szakmába. Tehát nagyon nehezen tudják a mai fiatalok ezt így elfogadni, hogy tanulással, gyakorlással lehet valóva eljutni, és bizony ebben vannak visszaesések, leesések, kudarcok. Tehát ez valahogy nagyon nehezen megy ennek a megértése és felvállalása. Némileg már érintettük a párkapcsolatok témakörét és az elköteleződés problémáját, de térjünk még egy kicsit vissza, hogy melyek azok a klasszikus minták, amik itt előfordulnak, és ezeket hogyan lehet megoldani? Hát most azt olvastam, hogy újra divatosabb lett az esküvő és a házasság, de ez nagyon sokáig nem volt így, és gondolom, hogy most is nagyon sokan nem emellett döntenek. Mert hogy ennek az egész kapunyítási pániknak az a lényege, hogy dönteni az nagyon veszélyes. Tehát ha én döntök, akkor végül is elköteleztem magam egy meghatározott út mellett, és akkor mi van az össztöbbi úttal, ami ott van, mint lehetőség? Hát ez nagyon szörnyű ezt így kihadni, vagy nem megélni. És ez a párkapcsolatra is vonatkozik. Tehát annyi gyönyörű nő és férfi sétál az utcán, tehát ha én egyet kiválasztok, honnan tudom, hogy holnap nem lesz még egy szebb, egy jobb, egy intelligensebb, vagy jobban kereső, vagy nem tudom mi. Tehát nagyon nehezen tudom magam elkötelezni. Ugyanakkor, ha megnézzük a magyar családi mintákat, mit látunk? Tehát, hogy egy idő után ellaposodnak a kapcsolatok, veszekedés, válás, mindenféle konfliktus, nehéz élet, nehezen keressük meg a pénzt. Kell nekem ilyen? Kérdezi a fiatal. Hát nem kell. Tehát én ennél jobban szeretnék élni, nem ilyen nehézségekkel, meg konfliktusokkal terhelten.
és nehezen vállalja fel azt, hogy belemenjen ebbe. Ugyanígy, ha végigpásztázunk csak egy internetes oldalt, a gyereknevelés, tehát mindenhol azt halljuk, milyen nehéz gyereket nevelni, és ez igaz, nehéz gyereket nevelni, és nagyon sok olyan fiatallal találkozom ma, aki azt mondja, hogy nem szeretne szülni gyereket. Tehát, hogy ő, neki ez a nehézség nem kell az életébe. Amikor, tehát sokkal könnyedebben is lehet élni. Tehát az egész arra megy ki, hogy frusztrált, ságok nélkül könnyedén éljük le az életet. Sok ingert kapva, és ebben nem férnek bele ilyen nagy döntések, hogy egy munkahely mellett elköteleződve, egy pár, egy ember mellett elkötelezve magamat, egy gyerek mellett elkötelezve magamat. Tehát nagyon sokan, persze nem mindenki, van egy nagy réteg, aki nem így gondolkodik, de sokan így gondolkodnak. Lehet-e erre valami megoldást találni, vagy egyáltalán kell erre megoldást találni? Hát néha az élet maga nyújt erre megoldást, tehát, hogy egyszerűen rájön, csak sokkal későbben, azért is tolódott ki ennyire ez az időszak, rájön, hogy igen, nem biztos, hogy az az életértelme, és az a jó, hogy még 35 évesen is csak utazgatok, és egyik nap ezzel vagyok, másik nap azzal vagyok, hogy ez se jó, ez se teljesít ki engem, és megállapodik. Tehát rengeteg önismereti csoport van, tehát ahol ezek az emberek így keresik a lehetőséget, hogy hol akadtak el, hogy tudnának magukkal dűlőre jutni, akár ezekből is lehet szemezgetni. Én azt gondolom, hogy a legjobb az, hogyha az ember visszatér a gyerekkori vágyaihoz. Tehát, hogyha azokat valahogy úgy előkeresi, és megnézi, hogy mint gyerek mit szeretett volna. Tehát, hogy voltak-e ötletei, hogy hol szeretett volna élni, hogyan, mit szeretett volna kipróbálni, és ezek mentén újra fölépíteni, akár egy kicsit módosítva az életét. Ezek mindig jól szoktak bejönni. Tehát, hogy úgy visszatérni önmagamhoz. Talán ezt tudnám így kihangsúlyozni. Köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk ezeket az információkat. Szívesen. Balázs Nelli volt a vendégem. Nézőinknek köszönjük szépen a figyelmet. Viszontlátásra!